Johannes Okegem szülőhelye ismeretlen. A család valószínűleg a Brüsszeltől 20 kilométerre fekvő Okegem faluról kapta a nevét. 1440-ből való az a forrás, ahol a szerző nevével először találkozhatunk. 1443 és 1446 között az antwerpeni miasszonyunk székesegyház énekeseként említik. 1446-ban első Károly Bourbon herceg szolgálatában állt, ahonnan néhány évvel később a francia királyi udvar kórusába távozott. Egyes feltételezések szerint már 1451-től, de dokumentálhatóan 1453-tól itt szolgált élete hátralevő részében, több mint 40 éven keresztül. Három uralkodó váltotta egymást ez időtájt a trónon, 7. Károly, 11. Lajos és 8. Károly. 1454-ben megkapta az első káplán címet. Ezzel együtt 1459-ig a Túri Szent Márton székesegyház kincstárnokának is kinevezték. 1465-ben a kórus vezetőjének rangjára emelkedett. 11. Lajos francia király viszonylag jó kapcsolatot ápolt Jobb Fülöp burgundiai herceggel, így ebben az időszakban Okegem többször hazalátogathatott Németalföldre. Néhányszor megfordult Cambrai-ban is, ahol Dufay-jal is találkozhatott. A Tourban töltött időszak alatt ismerkedett meg Antoine Bunuel zeneszerzővel, aki ugyanitt volt kanonok. Barátságuk egész életükön keresztül elkísérte őket. 1470-ben egy püspök kíséretében diplomáciai feladattal spanyol földre küldték, amelyet később további megbízások követtek. 11. Lajos halála után neve továbbra is gyakran előfordul a Túri Szent Márton székesegyház dokumentumaiban, egészen 1494-ig. Már a 80-as évek végén végrendelkezett. Haláláról csupán onnan értesülhet az utókor, hogy a király kinevezte utódát Túri kincstárnokként az előző kincstárnok 1497. február 6-i halálát követően. Okegem halálát a kor nagy művészei síratták meg. Elsőként az udvar költője, majd Jean Moliné, akinek szövegét maga Josquin zenésítette meg. Ez a chanson motetta, melyben Cantus Firmusként a Requiem Gregorián dallama jelenik meg, név szerint is megemlíti Okegem tanítványait, akik síratják mesterüket, úgy, mint Josquin, Brumel, Comper és Pierson, azaz Pierre de la Rue. A másik ismert motetta Erasmus latin nyelvű síratása, amit Johannes Lupi zenésített meg. Ezen kívül meg kell említenünk Loiset Comper Omnium Bonorum Plena kezdetű motettáját is, ahol a tanítvány név szerint megemlíti mesterét is, a szüzanyához könyörgők között. Okegem ennek a korszaknak az egyik legnagyobb hatású komponistája volt. Nem csak egyházzenéje, hanem világi műve is kiemelkedő jelentőségűek. Miséi között egészen zseniális, intellektuális gondolkodás figyelhető meg, ha csak a Missa Prolationumra gondolunk, amiben a különböző menzurációk alkalmazásával rajzolódik ki az imitációs szerkesztés, vagy a Missa Cuius Vistoni, melyben többféle kulcsösszeállítás szerint is énekelhető az adott mű. Világi művei, sanzonjai közül számos ihletője volt kortársainak és az utána következő generációk zeneszerzőinek, akik sokat közülük felhasználtak Cantus Firmusként darabjaikban. Most hallgassák meg a Josquin által Jean Moliné szövegére íródott művet a Corvina Consort előadásában.